Vállalkozói terhek. Nehéz lesz fedezniük a cégeknek a 2016. január 1-től megemelkedett minimálbér és a garantált bérminimum költségeit, hangsúlyozza a Magyar Pékszövetség alelnöke. Illetékmentes okmányok. A személyi igazolvány mellett a lakcímkártya és a vállalkozói igazolvány is illetékmentesen igényelhető minden esetben. Alacsony vízállások. Jelentősebb árhullámot nem okoz a jelenlegi csapadék mennyiség a Tisza felső szakaszán, és a hegyekben lehullott 8-10 cm-es hó olvadása sem. Nehéz lesz fedezniük a cégeknek a 2016. január 1-től megemelkedett minimálbér és a garantált bérminimum költségeit. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Főként az élő munkaigényes termelői szektorban okozhat majd problémát a megnövekedett költségek kigazdálkodása. Ilyen például a sütőipar. Erről a Magyar Pékszövetség alelnöke nyilatkozott szerkesztőségünknek. Lavatos Tibor elmondta, a munkabér és a járulékok kifizetése akár 8-10% is növelhetik a vállalkozások bérkiadásait, ezért a sütőipari termékek árának emelésén is gondolkodnak. Évelei bérszámfejtés egy nyíregyházi sütőipari cégnél. A vállalkozásnál minden foglalkoztatottra szükség van, ezért dolgozót nem bocsátanak el az üzemből, mondta el a cégvezető, aki szerint akár 10%-kal is emelkedhetnek a bérköltségeik januártól. Hatványozottan jelentkezik nálunk a sütőiparnál a minimálbér emelkedés, hiszen a sütőipar területén döntően szakmunkásokat kell, hogy alkalmazunk. A boltosainkban is ugye kimondottan szakmunkás bizonyítványra rendelkező eladókat kell foglalkoztatnunk, és ugye ezeknek a dolgozóknak a munkaidőnk a nagy része éjszaka, illetve délutános műszakra esik. Tehát emiatt a megnövekedett minimálbér, annak a járulékai és hozzá kapcsolódó pótlékok többszörösen érintik az ágazatunkat. 2016-ban 111 ezer forintra emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum, amely a szakmunkás dolgozókat illeti meg, 129 ezer forintra nőtt. A minimálbér 5,7%-kal emelkedett, hozzátesszük a pótlékokat, akkor ez egy 8-10%-os költségnövekedést jelent a sütőipar területén, amelynek a kigazdálkodása, én úgy gondolom, hogy elég nehéz feladat lesz a sütőipar területén. Amennyiben az egyéb költségek is emelkedni fognak, akkor sajnos kénytelen lesz a sütőipar némi árat emelni. A vállalkozások az 50 év feletti munkavállalókat szívesen foglalkoztatják, és az utánuk járó adókedvezményeket igénybe is veszik, ám a 25 év alattiak között nehezen találnak szakembert. A sütőipari ágazatban egyébként nincs elég szakmunkás. Január 1-től már az új típusú elektronikus személyi igazolványt lehet igényelni az okmányirodákban és a kormányablakokban. A személyi igazolvány mellett a lakcímkártya és a vállalkozói igazolvány is illetékmentesen igényelhető minden esetben, így elvesztés vagy családi névváltoztatás miatt is. Az új személyi okmányokat a korábbi 20 nap helyett mindössze 8 nap alatt készítik el a hivatalok. A nyíregyházi okmányirodákban az idei első ügyintézési napon az igénylések száma az átlagos forgalom duplájára nőtt, mondta el Márton Ferenc, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kormányablak osztályának vezetője. A személyigazolvány ellátásában minden egyes esetben ingyenessé vált, a személyigazolvány kiadása, pótlása, elvesztés, eltörlítés esetén szintén, ugyanígy a lakcímkártyánál is minden egyes esete illetékmentessé vált. Jelentős változás még a családi névváltozás miatti okmánycsere, amely minden egyes okmánytípusban illetékmentessé vált, illetőleg ha eltulajdonították az ügyfélnek az okmányait, szintén minden egyes okmánytípusban illetékmentessé vált az okmány pótlása, illetőleg az egyéni vállalkozók igazolványa is illetékmentessé vált. Az új okmányon a korábban is látható adatok mellett elhelyeztek egy olyan magas biztonságú csipet, amelyen az ügyfelek döntésétől függően további adatokat tárolhatnak. Adta hírül közleményében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Az elektronikus személyigazolvány egy olyan összetett igazolvány, amely háttérben kapcsolódik az adó és a
TB jogosultsággal, tehát hogyha az ügyfelünk akár adóigazgatási ügyben, vagy egészségbiztosítási ügyben szeretne bárhol ügyet intézni, nem szükségeltetik adó vagy TB kártya, elektronikus személyigazolványal tudja igazolni az ő jogosultságát, akár egészségbiztosítási ellátásra, vagy adóügyeinek intézésére. Illetőleg kapcsolódik az elektronikus személyigazolványhoz elektronikus aláírás funkció is, hogyha ezt választja az ügyfelünk, akkor jogosult lesz az elektronikus személyigazolványával a saját nevében elektronikus dokumentumot aláírni. Az elektronikus személyigazolvány tároló leméhez kapcsolódó szolgáltatásokat és az ügyintézési lehetőségeket folyamatosan vezetik majd be, áll a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalának közleményében. Jelentősebb árhullámot nem okoz a jelenlegi csapadék mennyiség a Tisza felső szakaszán, és a hegyekben lehullott 8-10 cm-es hó olvadása sem. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatósága a nap 24 órájában figyeli az időjárási adatokat, a folyók vízállását, a vízgyűjtő területek helyzetét. A következő napokban emelkedik majd a hőmérséklet, ami olvadást hoz a vízgyűjtő területeken is, aminek következtében egy maximum másfél méteres árhullám jöhet. Ez azonban nem okoz problémát, mivel a folyók jelenleg rendkívül alacsony vízállásúak. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén összességében 2 cm hó esett le az elmúlt napokban, a vízgyűjtő és a síkvidéki területen. A magasabb hegyekben 8-10 cm-es a hótakaró. Ez a csapadék mennyiség víz-hó egyenértékben a sok éves átlag körülbelül egyharmada, tehát jelentős árvízveszély nincs. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint már a hétvégén jelentős mértékben enyhül az időjárás, az éjszaka folyamán nem süllyed majd 0 fok alá a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy olvadás lesz a folyók mentén, sőt ehhez még további csapadék is társulhat, eső, hó formájában. Ez nagy valószínűséggel le fogja hozni a vízgyűjtő területről ezt a kis mennyiségű havat. Ebből kialakulhat egy kisebb nagyságrendű, körülbelül egy, maximum másfél méteres árhullám, de miután jelen pillanatban folyók rendkívül alacsony vízállásúak, ezért jelentősebb árvízi eseményt ez a kisebb vízszintemelkedés nem fog jelenteni. Egy nagyobb mennyiségű csapadék lehullása vagy olvadása sem okozna belvizet, mondta el a szakember, hiszen egész évre vonatkoztatva inkább szárazabb, mint csapadékosabb a klíma, tehát a talaj egy nagyobb vízmennyiséget is képes befogadni, le tud szivárogni a víz. A vízügyi igazgatóság 24 órás műszaki ügyeletén folyamatosan figyelik az időjárási helyzetet, a folyók állapotát itthon és Ukrajna területéről is érkezik az információ. A folyóknak a jéghelyzetéről el lehet azt mondani, hogy a Tisza folyón Záhony és Tokaj között jelen pillanatban itt a hidegidő hatására beállt a folyó. A jégnek a vastagsága nem túlságosan nagy, tehát a jégen való tartózkodást semmilyen módon nem ajánljuk. Tilos a jégre menni a Krasznán is, ami befagyott, de vékony a jégrétege. Záhony és Tiszabecs között és a Szamoson pedig nincs összefüggő jégtakaró. A kormány a települések vezetőinek pártállása alapján dönti el, hogy milyen mértékben támogatja a településeket. Ezt Halmi József, a Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke hangsúlyozta nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus hozzátette, a tavalyi évben a téli gyermekétkeztetésből megmaradt 3,1 milliárd forintot is a politikailag leghűségesebb önkormányzatok között osztották szét. Az önkormányzatiság nem arról szól, hogy Fidesz, MSZP, hanem arról szól, hogy én, mint polgármester, a településem lakóit szolgálom, segítem. Ha itt tenne a kormány, akkor nekem nem kellene sajtótájékoztatót tartani. Érdemes síbiztosítást kötni a téli sportok kedvelőjének a külföldi utazások előtt. Arról, hogy miért, a folytatásban szólunk. Most nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Elkezdte a felkészülést a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 6. helyén álló együttes a jövő hét végén játssza első edzőmeccseit. Január végén pedig törökországi edzőtáborba utazik a másodosztály újonca. Két év szünet után ismét van NB2-es férfi kosárlabda csapata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. A Sunshine Nyikse decemberben kapcsolódott be a keleti csoport küzdelmeibe, és eddig egy győzelem, illetve egy vereség a Kovács Tibor által irányított együttes mérlege.
Érdemes síbiztosítást kötni a téli sportok kedvelőjének a külföldi utazások előtt, mert egy komolyabb baleset során a mentőhelikopteres szállítás, valamint a kórházi költségek több millió forintba kerülhetnek, ezek térítésére pedig nem alkalmasak az általános utasbiztosítások. Fontos azt is tudni, hogy a túlzottan ittas állapotban sportolók esetleges kórházi kiadásait nem fizeti a biztosító. Közel 500 000 síelő él jelenleg Magyarországon, derül ki egy nemrégiben készített tanulmányból. A téli sport kedvelőinek azonban nem árt az óvatosság. Az utazás szervezők mindenkinek azt tanácsolják, ne induljanak el síbiztosítás nélkül. Ez alól a gyakorlott síelők sem kivételek, sőt, tapasztalatok szerint a kezdők vigyáznak jobban magukra. A sípályákon síkressz működik, erre is érdemes odafigyelni, baleset azonban bármikor történhet. A leggyakoribbak a térd sérülése, mivel hogy a boka merev sícipőben található, a felső rész utána a térd, illetve csípő, fejsérülések esetleg, aki sisak nélkül síel, de most már például Olaszországban is 14 éven alul nem síelhetnek gyerekek bukósisak nélkül, illetve kiírják azt is, hogy felnőttnek is nagyon ajánlott. Az utazás előtt az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása nem elegendő az esetleges baleseti kiadások fedezésére, egy-egy sérülés kezelése pedig akár a milliós összeget is elérheti. Egy normál biztosítás és a síbiztosítás között kicsi az árkülönbség, utóbbi már 100 forintos többletköltséggel is megköthető. Ez a fajta biztosítás többek között visszatéríti az utazás árát is, ha a baleset miatt nem tudja valaki folytatni a síelést, de más extra szolgáltatásokat is tartalmaz. A mentőhelikopteres mentést is tartalmazza, ezen kívül felelősségbiztosítást is, hogyha például olyan eset történik, hogy valakinek véletlenül neki megy a síelő a sípályán, és balesetet okoz, akkor van egy ilyen felelősségbiztosítás ebben a síbiztosításban, ami természetesen a TB-s kártya nem tartalmazza. Ezen kívül különböző gyógyászati segédeszközöket, például mankó, stb. Ilyeneket is tartalmaz podgyászbiztosítást, ami kiterjed a sífelszerelésekre is. Fontos tudni azt is a síelni készülőknek, hogy hiába az előre megkötött síbiztosítás, a túlzottan ittas állapotban lévőket bár ellátják a kórházakban, a biztosítás így nem fedezi a költségeket. Az alkohol ugyanis csökkenti a koncentrációs képességet, így könnyebben okozhatunk vagy lehetünk baleset áldozata, ezért sem célszerű a sportolás közbeni fogyasztása. Szépen cseperedik a Nyíregyházi Állatpark sörényes hangyász csemetéje. A kis hangyász világra jötte után 20 perccel már anyja hátán lovagolt, és 8 hónapos koráig ideje nagy részét ott tölti. Mivel színezete ugyanolyan, mint az ivarérett állaté, anyjával jóformán egybeolvadva rejtőzködik, így marad észrevétlen a természetben a ragadozókkal szemben. Az egy éve Nyíregyházán élő sörényes hangyászpár, a 3 éves Manka és a 2 éves Marvin dán állatkertekből érkezett az Európai Fajmegőrzési Program keretében, azzal a céllal, hogy a Park Viktória házának, amely a különleges és fura kinézetű állatok gyűjteménye, kollekcióját gazdagítsák. Gondozóik örömmel konstatálták, hogy bár a szabad természetben magányosan élő állatokról van szó, Manka és Marvin első perctől folyamatosan keresték egymás társaságát. Nászuk gyümölcse a születésekor körülbelül 1500 g-os testtömegű kölyök miniatűr változata 40 kg-os szüleinek. A kis sörényes hangyás 180 napi vemhesség után jött a napvilágra, és 20 perccel születése után már anyja hátán lovagolt. Ezt a mozgásmódot fogja majd előnyben részesíteni, bár önálló járásra is képes, egészen 6-8 hónapos koráig. Anya és gyermek is szinte egybeolvad, ha a szövezetére nézzük, ez nem véletlen, hiszen a természetben így védekezik az apróság az ellenségekkel szemben. Mivel alapvetően a sörényes hangyásznak a legalacsonyabb a testhőmérséklete az emlősök között, mindösszesen 32,7 fok, éppen ezért alvás közben anyja a hasához veszi az apróságot, és seprűszerű falkával betakarja. Ez a különleges kinézetű állat államalkotó rovarokkal táplálkozik, teste minden porcikája ehhez alkalmazkodott. Megnyúlt állkapcsában nincsenek fogak, helyette hosszú, villámgyors nyelvével kapja el a termeszeket, percenként akár 150 rovart is tud zsákmányolni.
Karmai segítségével, játszik könnyedséggel tépi fel a termeszvárak betonkeménységű falát, de védekezésre is szolgálnak, ha az állat veszélyben érzi magát. Bár a sörényes hangyászok egy nap akár 15 órát is képesek alvással tölteni, a szerencsésebb látogatók már láthatják az anyaállatot és kicsinyét is a Nyíregyházi Állatpark Viktória házának belső kifutórendszerében. Elkezdte a felkészülést a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 hatodik helyén álló együttes a jövő hét végén játssza első edzőmeccseit, január végén pedig törökországi edzőtáborba utazik a másodosztály újonca. Az év első edzésén négyen hiányoztak a kisvárd őszi keretéből, Koronci Bence Sziget-Szent Miklósra, a kapusta Arci Pál Mosonmagyaróvárra igazolt, Fazakas Gézára nem tart igényt a klub, a kölcsönben lévő Ízing Martin pedig egyelőre visszarendelt a Mezőkövesd. Új játékos, a Budapest Honvédtól érkező Dilcek Gergely, a legutóbb Szolnokon védő Pokorni Péter pedig még teszteli a szakmai stáb. Bár várhatók még futballisták, Révész Attila szerint tavasszal az összeszokottság lehet a csapat legnagyobb erénye, ezért az őszi szereplés tükrében módosítottak a célokon. Korábban meghatároztuk a 7.-11. helyet, én most egy kicsit magasabbra helyeztem a részet, a dobogóra szeretném a csapatot vinni, oda, azt szeretném, hogy ott lássam őket. Ez a keret, én azt gondolom, még annak ellenére is, hogy idegenben sokkal többet játszunk, alkalmas. A hazai pályán azok a csapatok jönnek majd hozzánk, amelyek kiesési zónában helyezkednek, leszámítva a Mezőkövesdet. Én úgy érzem, hogy azok a pontok azok kötelező kategóriába tartoznak majd. A tabella 6. helyén álló Kisvárda szemben a 10 idegenbeli mérkőzéssel tavasszal mindössze 5 alkalommal lép majd pályára hazai környezetben. Nyilván az idegenbeli mérkőzések miatt szükség van arra, hogy egy kicsit az alapjátékunkon változtassunk. Sok olyan információhoz jutottunk hozzá a téli szünetben lévő elemzések során, amelyek úgy gondolom, hogy a jövőben mindenféleképpen segíteni fogják a csapatnak a felkészítését vagy a mi munkánkat. Hát ezt is viszont megtartanám magamnak, mert nyilván ezeket a dolgokat a riválisaink is láthatják. Én úgy gondolom, hogy sok hasznos dolog jött ki az elemzések során, mindenféleképpen más játékot fog igényelni a 10 idegenbeli mérkőzés. A várdaiak jövő szombaton dupla edzőmeccset játszanak hazai környezetben a Putnok és a Tája ellen, majd január 20-án 10 napos törökországi edzőtáborba utazik a vezetők reményei szerint akkor már végleges keret. A bajnokság február 20-án rajtól a Kisvárda nyitófordulóban Csákváron lép pályára. Két év szünet után ismét van NB2-es férfi kosárlabda csapata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. A Sunshine Nyikse decemberben kapcsolódott be a keleti csoport küzdelmeibe, és eddig egy győzelem, illetve egy vereség a Kovács Tibor által irányított együttes mérlege. A nyíregyházi gárda pénteken a Miskolc 2 ellen mutatkozik be hazai pályán. A megyében férfi kosárlabdában utoljára a Nagykálló szerepelt a sportág harmadik vonalában, ahol korábban a Nyíregyházi KK is indított csapatot, még korábban pedig a TK és az MG gárdái játszottak nem is kevés nézőt vonzó meccseket az NB2-ben. A legutóbb éppen a Nagykállót irányító Kovács Tibor által vezetett együttes a többi csapat és a szövetség hozzájárulásának köszönhetően 12-ként csatlakozott az NB2 keleti csoportjának mezőnyéhez. A néhány rutinosabb kosarassal megerősített fiatalokat felvonultató Sunshine Nyikse nyitányként Szolnokon 87-61-es vereséget szenvedett, majd idegenben 85-79-re legyőzte a Deac második csapatát. Ezzel a mostani csapatunkkal, amit reális célként tűzhetünk, egy jó középmezőnyben tudunk végezni. Vannak nagyon erős csapatok, akiknek nem titkolt célja az, hogy NB1B-be jussanak fel, illetve vannak olyan csapatok, egyrészt utánpótlás csapatok, ahol a cél az, hogy fejlődjenek a játékosok, de még nincsenek fizikálisan, se technikai, taktikai tudásban olyan szinten, hogy nagyon jól szerepeljenek még egyelőre, illetve vannak olyan csapatok, 2-3, akik már egy kicsit már kiregedő félben, levezetésképp, egy városban összejöttek az, hogy kosarazzanak, és NB2 szinten kosarazzanak, de minden tisztelet és elismerés az ellenfeleknek, de mi próbálunk azért több csapatot megverni lehetőség szerint, és minimum a középmezőnyben végezni.
A nyíregyházi csapatnak a későbbi csatlakozás miatt a következő 3 hónapban 20 meccset kell lejátszania, ebből 2 a hétvégén le is tudnak Horváth Bencéjék. Pénteken 18 óra 30-tól a Miskolc második csapatát, szombaton 11 órától pedig a Debrecen 2-t fogadja Kovács Tibor együttese a Vescsik csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Nehéz lesz fedezniük a cégeknek a 2016. január 1-től megemelkedett minimálbér és a garantált bérminimum költségeit. Főként az élő munkaigényes termelői szektorban okozhat majd problémát a megnövekedett költségek kigazdálkodása, ilyen például a sütőipar. Erről a Magyar Pékszövetség alelnöke nyilatkozott szerkesztőségünknek. Lakatos Tibor elmondta, a munkabér és a járulékok kifizetése akár 8-10%-kal is növelhetik a vállalkozások bérkiadásait, ezért a sütőipari termékek árának emelésén is gondolkodnak. Január 1-től már az új típusú elektronikus személyi igazolványt lehet igényelni az okmányirodákban és a kormányablakokban. A személyi igazolvány mellett a lakcímkártya és a vállalkozói igazolvány is illetékmentesen igényelhető minden esetben, így elvesztés vagy családi névváltoztatás miatt is. Jelentősebb árhullámot nem okoz a jelenlegi csapadék mennyiség a Tisza felső szakaszán és a hegyekben lehullott 8-10 cm-es hó olvadása sem. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatósága nap 24 órájában figyeli az időjárási adatokat, a folyók vízállását, a vízgyűjtő területek helyzetét. A következő napokban emelkedik majd a hőmérséklet, ami olvadást hoz a vízgyűjtő területeken is, aminek következtében egy maximum másfél méteres árhullám jöhet. Ez azonban nem okoz problémát, mivel a folyók jelenleg rendkívül alacsony vízállásúak. A Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. A délnyugat felől érkező újabb csapadékzónával átmenetileg enyhébb levegő is érkezik, emiatt nagy területen ónos esőre, néhol fagyott esőre, napközben pedig átmeneti esőre is számíthatunk. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé várható csapadék, ónos eső, fagyott eső, havazás egyaránt előfordul. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte túlnyomóan borult idő lesz, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Kezdetben még több helyütt várható havazás, néhol esetleg ónos eső, havas eső is lehet. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Pénteken gyengén felhős és ködös területekre egyaránt számíthatunk, csapadék nem valószínű. A hétvégén többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég és sokfelé várható eső, szombaton az északi, északkeleti országrészben néhol még havazás, illetve ónos eső is előfordul. Enyhébbek lesznek az éjszakák, és kissé erősödik a nappali felmelegedés, de a jövő héten is változékony időre van kilátás ismét lehűléssel.